Tragikus véget ért a Tools dráma Sydneyben, ahol egy kávézóban egy iráni származású muszlim pap foggyulejtette a vendégeket és az alkalmazottakat. A kommandósok 17 órával az incidens kezdete után rohamozták meg az épületet. Legalább két ember meghalt, egyikük a túszejtő, öten pedig megsérültek, köztük hárman súlyosan. Hangos robbanások és gépfegyverek zaja hallatszott a kávézóban, csak nem 17 órával a Tools dráma kezdete után. Megjelentek a tűzszerészek is, aztán jöttek a mentősök több tucatnyi hordággyal. Az állig felfegyverzett kommandósok nagy erőkkel indítottak rohamot a kávézó ellen. Menekülő túszokat lehetett látni, több sebesültet a helyszínen elláttak. A fegyveres a reggeli csúcs idején nem sokkal 10 előtt ejtette túszul a kávézó vendégeit és személyzetét. A kávézó Sydney központi terén van. Itt található például az Ausztrál Központi Bank és az Új-Dél-Walesi Parlament, valamint az amerikai nagykövetség is, amit egyébként kiürítettek. A kávézó kirakatában hamarosan egy fekete zászló jelent meg, amelyen az áll arabul, Allah az egyetlen Isten és Mohamed az ő prófétája. A felvételeken ki lehet venni a kirakathoz állított túszokat is. Felváltva tartották a zászlót. Szemtanúk szerint az arcukon halálos rémület látszott. Már 6 órája tartott a túszdráma, amikor 3 férfi ki tudott menekülni a kávézóból. Ők valószínűleg vendégek voltak. Újabb 1 óra elteltével 2 nő szaladt ki az épületből. A kávézó egyenruhája volt rajtuk. Később elmondták, a túszejtő azt állította, hogy 2 bomba van az üzletben, 2 másikat pedig máshol helyezett el. A túszejtő lekapcsolta a lámpákat, amikor beesteledett. A rendőrség tárgyalókat küldött a helyszínre, de nem közölték, hogy a támadó mit követelt. Sajtóhírek szerint beszélni akart az ausztrál kormányfővel. A 49 éves Manharon Monis iráni származású muzulmán pap volt, aki menedékjogot kapott Ausztráliában. Óvadék ellenében volt szabadlábon, erőszakos bűncselekmények miatt ítélték el. Korábban pedig becsmérlő leveleket küldött külföldön elesett ausztrál katonák családjainak.